majd pedzegettem ezt a projekt dolgot. Valójában én frontend fejlesztő vagyok az Eulésnél, hogyha éppen nem meetupot szervezek. És sokszor előkerül azért az nálunk, hogy csináljunk egy browser extension, csináljunk egy third party beépülőt, ami a világ összes weblapjába beépül, és az még legyen egy mini alkalmazás is, vagy csináljunk valami prototípust. Ugye itt ezeknek az a lényege, hogy vagy az oldalnak a tulajdon nem tudja az, hogy van egy ilyen az oldalában, tehát például egy browser extensionnel, vagy a user nem tudja azt, hogy valaki third party oda bekerült, és akkor ő csinálja a, nem tudom, reklámok feldobálását. A prototípus alkalmazás meg ugye az van, hogy így minél gyorsabban össze kéne hackelni valamit, mert hogy van rá 8 óra, és akkor így nézzük meg, hogy ez így valós dolog-e. Na, hát akkor előveszünk a kis toolboxunkat, van Vue-unk, van Angular-unk, Polymer-ünk, React-unk. Kettőt szeretünk, kettőt nem, de mindegy is, mert hogy ez a helyzet ezzel, hogy a React jó nagy. Amit itt láttok, ez csak annyi, hogy elindítottam azt, hogy generáljunk egy React appot, fordítsuk le, ez a production mérete. A Vue sem kisebb, az is kb. 100 kilobyte, ezek nem csinálnak semmit sem, megjelenítenek egy darab oldalt. Szóval ezt nem. Úgyhogy kell valami, ami kicsi, aminek van routere, van neki valami state kezelése, egyszerű, könnyen tanulható, és azért az nem utolsó sorban, hogy gyors legyen. Na, hát ez a csú, ami a vonatokról szól, meg a mikroframeworkökről. Egyébként ez nagyon kis sci-fi vonat. Állítólag ez tényleg létezik. Szóval a csúnak, ahogy így elkezdtük egy picit használni, azt látjuk, hogy pici, 4 kilobájt az egész. Van neki routere, van neki state kezelése, event-driven, nincsen neki saját templétje, és úgy, hogy nincsenek olyan fájlok, hogy view fájlok, nincsenek olyanok, hogy ESX, mindent egy tagged template literállal oldunk meg. Van neki a virtuál DOM-hoz hasonló dolga, az a Nanomorph Library, ami egyébként hasonlít a Morph DOM-ra, ami meg nem két memóriában lévő DOM-nak kinéző dolgot hasonlított össze, hanem valós DOM fákat tud összedifferálni, meg patchelni. A mínusz része ennek az egész történetek az az, hogy shared state-je van, tehát ez a state, amit így tudunk kezelgetni, ez egy shared state, így az egész alkalmazáson belül. Hát ezekre az alkalmazásokra elég ez. Saját túlja van, tehát hogy nem a webpacket fogod használni, meg nem a saját kis jól megszokott meleg állóvizet, hanem van ez a bankai nevezetű dolog, és ezt csinál nekünk mindent. Ez az, ami fordít, webszervert ad, mindent, ami kell. Viszont a kicsi community van hozzá, tehát hogy az előzőekhez viszonyítva, tehát egy Vue-hoz, React-hoz, tehát ez nagyon picike. De hát ez így néz ki egyébként. Ez az a entry pointunk. A negyedik sorban ott csináljuk meg a két store-unkat, ezeket szépen összekombinálja, mert ugye mondtam, hogy egy state-ünk van. Definiálunk négy darab root-ot, ami egyébként az egész program ez annyi, miután ugye eljut a végére, hogy van egy login felületünk, meg egy register oldalunk. Ja, és egy homepage-ünk, ahol kiírjuk azt, hogy Hello World. Így néz ki a store-unk. Ez egy függ, hát a store-unknak egy része, tehát van a state-ünk, state-ünkben tudunk belerakni dolgokat, van egy emitterünk. Tehát, hogy igazándiból ez egy event-driven rendszer, tehát, hogy itt semmi újdonság nincsen benne. Aztán ez a home oldalunk, hogyha nincsen userünk, akkor elmegyünk a loginra, hogyha van userünk, akkor meg megjelenítjük az egész tétet. Jó, a login oldalunk, ez sem különbözik igazándiból az egész eddig megszokott rendszerektől, csak itt most így elénk van tolva, hogy hát igen, eventeket dobálunk. Tehát ugye ezek az egész
rendszerek, ezek mind-mind úgy működnek, hogy szépen felpropagálják egy valaminek, egy húsznak, és akkor majd ott eldől az egész. Szóval ez tök jó lesz. Ez az egész, amit itt láttatok, meg még egy-két dolog, lefordítva, összepakolva az, hogy ez production menjen, 18 kilobajt. Szóval azért a 100 kilobajthoz képest azért ez egy elég jó. És akkor van egy probléma, de hát ez majd egy másik történet lesz, hogy igen, a Facebooknak az egész SDK-ja meg 163 kilobajt, tehát hogy így majdnem 10-szer akkora, mint az eddigi alkalmazásunk. És ez csak egy loginra kell. De majd ezt is megoldjuk. Köszönöm szépen. Kérdések? Én leginkább kötekednék. A 18 kilobájt kontra 100 kilobájt ér annyit az a 80 kilobájt? Ér. A legkisebb is számít. Kisebb vagy kevesebb community-vel rendelkező framework-öknél nem futottatok bele olyanba, hogy mit tudom én, Intertextualben az inputot nem tesztelik le annyira, mint ami mondjuk React-nél meg mindenki már belefutott és le van tesztelve? Azért a különbség a kettő között az, hogy egyrészt a, itt a legelején, tehát hogy így, mire is használjuk ezeket a hogy mi is használjuk ezt browser extension, tehát Chrome, third party beépülő mini alkalmazások, itt nincsenek jellemzően input forma. Tehát, hogy annyi, tehát egy ilyen login form a maximum. Az összes többi, az a reagban sincsen letesztelve. Tehát, hogy amit egyébként akarunk csinálni. Prototípus alkalmazás, azt meg magunknak írjuk belőle. Senki nem teszi fel a kérdést, hogy... Én van szükség külön backend-et. Nagyon jó kérdés. Nagyon szuper kérdés. Az volt a kérdés, hogy miért van szükség saját túlra, tehát hogy milyen webpacket használjuk. Igen. Fogalmam sincsen, hogy miért. Egyszerűen úgy döntöttek, hogy ez van. Ennyit megér. Egyébként tényleg annyi, hogy azt mondod neki, hogy így hussál, vagy csinálj meg a production-t, és akkor megcsinálj egy kemsterbe a production-t. És így kész. Tehát gondolom webpack-önöt is be lehet hívni, vagy akármilyenből. Biztos, de hát most érted, föltelepítem, tehát nem akarom, hogy a túrjaimmal szórakozzak, ezek itt menjenek a háttérbe, van elég dolga. Szóval, hogy ki az, aki inkább reaktozik? Senki. Pedig tökre vártam azt a kérdést, hogy jó, és akkor miért? Tehát, hogy így, hogy lehet React nélkül élni? Az a helyzet, aki NoScript-et használ. Igen. Szóval, hogy van még egy olyan történet, hogy React, ami 6 kilobajt, és hogyha reaktozol, és nagyon szereted a ISX-et, akkor használd inkább azt, mert gondolom, az könnyebb. A sztárokkal bármit csinál, vagy? Igen, összegyűjtögeti őket, és szépen vele. Tehát, hogy itt a kódban nem mutogattam HTML, csak egy a tag template-en keresztül. Ő mindent ebbe a VS bundle-ba fordít bele. És akkor a CSS-t is szépen behúzza, meg tudja csinálni azt, hogyha ha te scope style-t szeretnél, akkor azt is szépen prefixeli. Úgyhogy ezeket ilyen összerakja az egészet. URL-je ennek van, vagy csak én maradtam le róla? Milyen? Címe, URL-je. Ja, URL-je. A mozdony fölött. Ó. Csúnyi és. A mozdony elvezetett. Igen. Production-ra használtátok meg? Nem, de fogjuk. Mióta létezik? 2 éve. De is ráadásul egy olyan ember írta, aki 4 éve programozik. De az a helyzet, hogy végignéztük a forrást, végignéztük ezeket a libeket, amiket használ, és hát tehát ezek annyira pici dolgok, meg annyira egyszerűek, hogy nagyon mellélőni nem lehet, le vannak tesztelve, úgyhogy ja, akár lehet használni a production-ből is.
Én csak ebben a Size Matters pont ebben a témán elbevetek ennek egy picit, hogy nem tudom, mert én nem látom, de a Browser Extension az általában one-time betöltős dolog, nem? Igen, egyszer amikor feltelepíted, akkor letöltődik, de vannak azok az extensionök, amik csinálnak valamit az oldalattal. Ezek azt csinálják, hogy, tehát, hogy betöltődik az oldal, és beül az oldalnak az oldalba. De hogy ezt nem lokálból? Lokálból, de hogy azt még fel kell parsolni, el kell indítani, be kell regisztrálni, meg kell csinálni a kis modulokat. Az azért az idő. És amikor neked, mint user, az extensionod, az minden oldal letöltésnél, még az About blognál is beleül, azért azt észre fogod. Community az konkrétan nagyobb, mint 4K, mert akkor mindenki érthetne nagyon 1-2 byte-hoz is. Hát... Hello, the byte. Az a helyzet, hogy akár meg is nagyon szép. Hát, sokkal többet nem látunk, úgyhogy nézzük meg a GitHub-on. Ó, majdnem 4K. Legalábbis a csillagok száma. Szóval, jaj, összejön az. Köszönöm szépen.